Sárospatakon mozgalmas a farsangi időszak. Minden hétvégére jut legalább egy bál, de van, amikor kettő, akár három intézmény vagy szervezet is szervez mulatságokat. A mostani hétvégén a református egyházközség is ünnepelt. A rendezvény Virágos az én szívem címet kapta idén. A bál mottója azért ez, mert úgy érezzük, hogy az az édenkerti állapot, amit Isten a földre teremtett, és az ember elrontotta, az nagyon hiányzik Magyarországon, és lepusztultak a dolgaink. És szeretnénk egy jelt adni, hogy ott, ahol Isten igéje hirdettetik, ott élet támad, és a gyerekek virágokkal benépesítették, újraültették az édenkertet, és ott jó lenni. Hát ezt próbáltuk megvalósítani, hogy több százan vagyunk itt este. Virág Sándor református lelkész, a bál főszervezője. Ő az est, a kikapcsolódás szükségességét fontosnak tartotta. Jézus azt mondta, örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Sírók mindig vannak, mert sajnos a gyász, az elszegényedés az napi megélhetési gondot jelent. De úgy látom, hogy ha örömünk van, és miért ne lenne öröm, hogy valaki visszatalál Istenhez? Miért ne lenne az, hogy kibírtunk egy nehéz évet, egy nehéz fűtési szezon közepében még létezünk? Az örömöt, a közösségi örömöt meg kell élni, és mi ennek kínálunk teret, amikor több nemzedék, tehát mi úgy szoktuk megrendezni, hogy nem egy légtérbe, tehát az öregek beszélgetnek, a fiatalok táncolnak, a gyerekek szaladgálnak, és ezért van ilyen nagy létszám, mert több nemzedékes közösségi alkalom. A rendezvényhez Lóránffy Zsuzsanna fejedelemasszony születésének és halálának évfordulója is kapcsolódott. A báj jótékonysági célja ezt is szolgálta. Minden sárospataki iskolából ki szoktunk választani az igazgatóság javaslat alapján egy tehetséges diákot és jelképesen, de támogatjuk pénzösszeggel, hogy használja fel valami jóra, és négy nagyszabású Lóránffy Zsuzsanna emlékünnepé lesz az évben, annak a fedezetére fogjuk felhasználni. Köszönjük ismét a támogatásokat!